Ebben az épületben működik a csillagszolgáltatópont, ahol a hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő családok kapnak segítséget a felzárkózáshoz. A Zöldfa úti komplex teleprogram keretében. A program 2013. szeptemberében indult. A szolgáltatópont épületének felújítását csak novemberre fejezték be, így az építkezés ideje alatt az Arany János tagiskolában működött a program. Ezek a fotók ott készültek. A kézműves foglalkozásokról, a matematika korrepetálásról. A karácsonyi ünnepséget azonban már az új helyen rendezhették meg. A két éves programban célzottan 24 családnak segítenek, de bárki igénybe veheti a szolgáltatópont által kínált lehetőségeket. Városunk önkormányzata két konzorciumi partnerével csaknem 150 millió forintot nyert a projekt megvalósítására. A Csillag hivatalos avatóünnepségét, amelyen már az eddigi tapasztalatokról is beszámoltak, február 5-én szerdán tartották. Az ünnepségen városunk polgármestere Székiné dr. Strémi Melinda elmondta, azok, akik itt, ebben a leszakadt városrészben élnek, származottai azoknak a Pécski úti cigánydombról kitelepített romáknak, akiket a 60-as, 70-es években magukra hagytak, és később sem volt senki, aki a problémájukat kezelte volna. Mi folyamatosan kerestük a megoldást a felzárkóztatásra, de korábban nem volt ehhez hasonló program, mondta a városvezető. A család minden tagjának szeretnénk segíteni, aki részese ennek a programnak, a kicsin gyerektől a felnőtt emberig. A kicsin gyereknek abban, hogy óvodába kerüljön, és az óvodai beilleszkedése, az óvodai élete zökkenőmentes legyen, a nagyobb gyereknek abban, hogy az iskolában lévő problémáit meg tudja beszélni szakavatott pedagógusokkal, nyugodt körülmények között, hogy a szabadidő helyes eltöltésében akár a küzdősportok, akár a labdarúgás, akár más sportoknak a segítségével levezesse azokat a felgyülemlet feszültségeket, energiákat, amelyeket óhatatlan adott esetben a körülményei okán magában hordoz. A nagyobbaknak abban tudunk segíteni, vagy tud ez a program segíteni, hogy azokat a hátrányokat, amelyeket korai ifjúságában elszenvedett, tehát nem szerzett megfelelő képesítést, nincsen megfelelő iskolai végzettsége, azt most be tudja pótolni. És hát az idős embereknek, vagy idősödő embereknek pedig az ő problémáik megoldásában. Tehát ettől komplex, hogy egy család, ha bekerül ebbe a programba, akkor a család apraja nagyjának tudunk segíteni. De úgy gondolom, hogy nem csak az a kiválasztott, vagy ebbe a programba bekapcsolódott családokról van szó, hanem az egész városrészről, az itt élő emberekről, hiszen ezeket a szolgáltatásokat ebből a városrészből, de akár a város többi részéből is igénybe lehet venni. Tehát egy nagyon fontos lépés, én úgy gondolom, előrelépés ez Salgó Tarjánnak ebben a városrészében. Ezen a programon túl az önkormányzat további lépésekkel is szeretne segíteni a városrésznek, hiszen a 2014-es esztendőben szeretnénk útjavításokkal, útfelújításokkal is segíteni a városrészt abban, hogy szebbé, jobbá tegyük, élhetőbbé tegyük, illetve szeretnénk azoknak a régi, iszonyatos állapotban lévő kolónia lakásoknak a bontásával is tovább lépni, amelyek már szégyenei ennek a városrésznek és az egész városnak. Tehát úgy gondolom, hogy együtt, összefogással komoly lépéseket tudunk megtenni. Ezt én egy első kezdő lépésnek tekintem, de természetesen, mint ahogy semmi a világon nem működik úgy, hogy kívülről kapott segítséggel, ez csak úgy működik, ha együtt azok, akiknek segíteni szeretne ez a program, ők is szeretnének segíteni magukon. Ez csak akkor tud működni, ha mindannyian megértjük azt, hogy mi a cél, mi az a helyzet, amibe el akarunk jutni együtt, a családok, az önkormányzat, az egyesület, illetve a konzorciumi partnerek. A polgármester asszony végül megköszönte a programban közreműködők munkáját. Ezt követően Jónás Gábor, az Országos Roma Önkormányzat elnök helyettese, arra kérte a családokat, hogy működjenek együtt a segítőkkel. Ez ne csak úgy fogjuk fel, hogy van. Ez egy nagyon-nagyon komoly lépés afelé ezeknek az embereknek, hogy talán a jövőket meg tudják találni. Ha nem is mindenki, de abból a sok emberből, ha felét be tudjuk integrálni a mai világban, akkor nagyon nagy eredményt értünk el.
Az avató ünnepségen az önkormányzat egyik konzorciumi partnere, a Tőr István Képző és Kutatóintézet képviseletében Bojtos Zoltán bemutatta az intézet programjait, majd Győriné Mojzes Anikó projektmenedzser röviden értékelte a már eltelt időszak eseményeit. Az ünnepségen részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Tencer Tamás, a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság szakértője, aki a jövőre nézve elmondta, a 2014-2020-as időszakban is kiemelt figyelmet fordítanak a felzárkóztatás finanszírozására. A Zöldfaúti Komplex Teleprogram 2015. augusztus végéig tart. A csillagszolgáltató pont, ahol a közösségi tér mellett mosókonyha és fürdőszoba is várja a zöldfaútiakat, minden nap nyitva áll a segítséget kérők előtt.